Újfehértón, Kisvárda és Ajak között, Nyírgyulaj belterületén, Nyíregyházán, valamint Tyukodon is volt szabadtéri tűz az elmúlt napokban. Az egyik legjelentősebb eset Kemecsén történt, tájékoztatott a megyei tűzoltósági főfelügyelő, ott 6 hektáros területen égett a száraz aljnövényzet szombat délelőtt. Az elmúlt hét során ugrásszerűen megnőtt a szabadtéri tűzesemények száma megyénkben. 84 szabadtéri tűz esemény történt, ez jelentős szám, összehasonlítva azzal az adattal, ami 2016 egészére vonatkozik, amikor is 298 szabadtéri tűz történt, tehát az év 365 napjára vetítve. Úgyhogy arányaiban tekintve az elmúlt hét ilyen statisztika szempontjából kiemelkedő. Március 3-a óta az egész országra vonatkozóan tűzgyújtási tilalom van, az erdőkben és az erdőktől számított 200 méteren belül sem lehet tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakó helyeken sem. Belterületen, amennyiben önkormányzati rendelet ezt megengedi, továbbra is engedélyezett bizonyos feltételek betartása mellett az égetés, gondoljunk itt a jó időből fakadó nyesedékek elégetésére. Külterületen viszont a tűzerőmű hatóság engedélyével lehet égetni. Amennyiben ezeket a szabályokat az engedélykérelemre, önkormányzati rendelet betartására, a tűzgyújtás feltételeinek meglétére vonatkozó szabályokat nem tartják be, abban az esetben tűzerőmű bírság kiszabására is sor kerülhet. 20 ezer forinttól akár több millió forintig terjedhet a bírság, és ugyan a következő napokban csapadékos idő várható, a tűzgyújtási tilalom továbbra is érvényben marad.